Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt Advent harmadik vasárnapján. Ma egy újabb gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. A rózsaszín gyertya az örömöt szimbolizálja. Az örömöt könnyű megélni azoknak, akik egészségben, jó módban, szeretteik körében készülődhetnek a szeretet ünnepére. Vannak azonban olyan embertársaink, akik számára ez nagyon nehéz időszak. Lehet, hogy magányosak. Esetleg anyagi problémákkal küzdenek, vagy éppen kórházak falai közt gyógyulnak. Az öröm sokszor nem hangos, és nem látványos. Kis dolgokban rejtőzik, apró figyelmességekben, együttérzésben, támogatásban, törődésben és elfogadásban. Ezek mind olyan értékek, amelyek még a legnehezebb időszakban is boldoggá tehetnek bennünket. A mai gyertyagyújtó ünnepen beszédet mond főtisztelendő Horváth Lajos esperes plébános, valamint a katolikus közösség gyermekei betlehemes játékot fognak előadni. Felkérem akkor Lajos atyát, hogy mondja el ünnepi beszédét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, azokat, akik ezen az örvendező vasárnapon a szívük örvendezését akarják elmélyíteni. Azt az örvendezést, amellyel már az induláskor, az advent elején megindul a szívünk a karácsony felé. Hiszen örvendezünk, és ez az örvendezés, ez át kell, hogy járja az életünket, a mindennapjainkat. De hát miért is örvendezünk? Jaj, hát sikerült megvenni az ajándékot. Sikerült elkészíteni, és akkor a következő napokba elcsüggedünk csak? Nem, ennél többről van szó, az örvendezés az nem ez az ajándék készítés, vásárlás fölött történik, hanem igenis tudjuk azt, hogy a karácsonyban kivel találkozunk. Kivel találkozunk, kit várunk, nekünk már a 2000 éves múlt, mint ünnepi alkalom jelenik meg, és tudjuk azt, hogy az Isten jelenlétét fogjuk majd ünnepelni. És örvendezünk azon, hogy már közel van ez az ünnepi pillanat. Az idén különösen igaz ez, hiszen a negyedik vasárnapon már este a karácsonyt kezdjük ünnepelni a Szentestével. Sajátos világ ez. Csak a keresztény világ éli meg azt az örömöt, amely egészen fölemeli a szívünket. Miért is? Különféle vallások léteznek, amelyekben még hasonlóságot is tapasztalunk, és ennek megfelelően úgy gondoljuk, hogy minden összemosható. Pedig nem. Sok-sok vallás létezik a világban, egyetlen egy vallás van, a keresztény vallás, a mi vallásunk, amelyben megtapasztaljuk azt, hogy az Isten jön közénk. Többi vallásban távol marad az Isten. Úgy fordulnak felé az emberek, hogy valahol nagy távolságban talán meghallja a szavunkat, talán odafigyel az imádságunkra, talán elfogadja az áldozatunkat. A miénk pedig eljön közénk. Eljön közénk, hogy megerősítsen bennünket, eljön közénk, hogy fölszabadítson bennünket. Fölszabadítson a bűnterhe alól, majd a húsvétban. Addig pedig történik, ami történik,
de pici gyerekként lép be a világba, pici gyermekként lép közénk, és az a szentség, amely ezt a pici gyermeket körülveszi, átlényegíti, az a szentség, az átszáll ránk is. Későbbiek folyamán Jézus a tanításában, kijelentései között azt mondja, hogy én békét adok nektek, az én békémet adom nektek. Hát manapság nagyon sokszor beszélünk a békéről, sőt, inkább a békevágyról, mert különféle helyeken egészen komoly küzdelmek vannak, háborúk vannak, sok-sok áldozattal. A világ felé történik az áldozat, és nem pedig az Isten dicsőségére. Mert az Isten dicsőségére abban a békében történik az áldozathozatal, amelyet nap mint nap képesek vagyunk megélni, és amiről azt mondja Jézus, hogy az én békémet adom nektek. Milyen ez a béke? Hát az ő békéje a szentség, az igazság, a szeretet, és ezekre mi vágyakozunk is. És hogy sokszor nagyon nehezen éljük meg. Nehezen jövünk rá arra, hogy mi a feladatunk egy ilyen béketeremtésben. Lehet, hogy csak a szomszédra rá kellene mosolyogni, és a két hete történt összetűzésből kijövünk jól, mert a szeretet elkezd működni. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb lesz az autóbuszon, vagy bárhol embertársainkkal kapcsolatot teremteni, ha egy-egy mosoly kerül oda ebbe a találkozásba. Hát képzeljük csak el, hogy mekkora az értéke és az ereje annak a mosolynak, ami az Úr Jézustól jön. Akár ott a betlehemi istálóban, amikor jönnek a látogatók, akár a pásztorok, akár a napkeleti bölcsek, a kisgyermek rájuk mosolyog, gőgicsél. Egyáltalán nem kell félni tőle. Egyáltalán nem háborús helyzetet akar, hanem éppen a szív békéjét, a szeretetnek a megnyugtató tudatát és erejét. Az a sajátossága az adventnek, hogy készülünk. Hát erre a találkozásra készülni kell valóban. Mert nem lehet csak úgy beesni a betlehemi jászol elé. Nem lehet csak úgy odaesni a karácsony felé. Nem lehet csak úgy betoppanni a családi közösségbe, hogy aztán majd valóban ünnepi pillanat lesz az, amikor betoppanunk. Nem. Erre valóban föl kell készülni, hogy méltó legyen a pillanat, méltó legyen a szívünkben, és méltó legyen a szeretett kapcsolatokban, kötelékekben. Nem akárki az, aki közénk lép, adjuk meg a módját. Adjuk meg a módját a találkozásnak, a vele való beszélgetésnek, hiszen az imádság, vagy az imádság és ének, az mindenképpen a vele való beszélgetés lesz. Az Isten ad nekünk lehetőséget arra, hogy megtaláljuk őt ebben a kisgyermekben. Hosszú-hosszú időn keresztül az advent az Ószövetségben egy egészen sajátos világ volt. Hitet, reményt lehetett veszíteni, ha valaki nem gondolta komolyan ennek a találkozásnak a súlyát. De sok-sok ember a választott nép körében megfogadta azt, ha nem is külön szóval, hanem az Isten előtti tiszteletadással, az Isten iránti imádásban, hogy várja a megváltót. Várja azt, aki felszabadítja majd a szíveket. És ténylegesen eljutottak odáig, hogy amikor megszületett a gyermek, akkor volt, aki tiszteletet adott neki. Volt, aki meglátogatta. Volt, aki meglátta a kisgyermekben az isteni létezőt. Nekünk is ez a feladatunk,
hogy lássuk meg karácsonyban az Istennek a jelenlétét, lássuk meg abban a kisgyermekben, mert hiszen kisgyermekként köszöntjük az Úr Jézust, lássuk meg az Istenit, és ennek megfelelően megkapjuk az ajándékot. Legyen minden családban valóban jelen az Úr Jézus. Az ő szent lelkével, az ő szeretetével, az ő bájával, abban a kisgyermeki formában. És adjunk hálát az Istennek, hogy eljön közénk, mert mi nem tudunk elmenni hozzá. De amikor eljön közénk, akkor tudjuk fogadni, képesek vagyunk rá. Hát, hogy készületből valóban el tudunk odáig jutni, hogy megbecsüljük azt a pillanatot, azt a szent éjszakát, amelynek csendje, békéje egészen elvisz bennünket az Isten világába, abba a világba, amelyben megérezzük az örömet és boldogságot, és talán lesz erőnk arra, hogy a háború ellen is tegyünk. Tegyünk úgy, hogy mi magunk körül békét teremtünk, és megéljük azt a békét, amit az Istentől ajándékba kapunk Jézus Krisztusban. De az is egy lehetőség, sőt kötelesség, hogy imádkozzunk azért a békéért, amely béke már kellene, hogy a háború végét is jelentse. Mert a béke az első lépésben a fegyverek nyugvása, a második lépésben pedig a szív békéje. A csillogó karácsonyfa, a csillogása az egész ünnepnek legyen méltó ahhoz, hogy az Úristent ünnepeljük, aki eljött közénk. És legyen a mi szívünknek a csillogása ugyanez. Ugyanezt belülről is éljük meg, hogy a külsőségek mellett a mi igazi énünk emelkedjék föl, hogy a minden ajándékot túl áradó isteni ajándékot be tudjuk fogadni, és öröm forrása legyen hosszú-hosszú ideig a szívünkben. Amen. Isten fizesse meg. Szent karácsony éjjelét, te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre, angyal szárnyon suhansz át a száz határon, hogy a tiszta béke sugározzék égre, földre. Karácsony este van. Csend, nyugalom, béke. Szeretet költözött az emberek szívébe. Angyalok az égen glóriát zengenek. A földön élőknek örömet hirdetnek. Elmesélem nektek, milyen volt az első karácsony éjjele, mikor megszületett Jézus Betlehemben. Puszi az út, elfáradtam és hideg az éjjel. Keressünk szállást magunknak, nézzünk kicsit széjjel. Hol keressek szent fiamnak, puha, meleg ágyat? Vagy talán az emberek összeállást nem találhat? Van egy barlang nem is messze, itt a város mellett. Magunk vagy szegény ember ott is megpihelhet. Menjünk, József, jön az nem az Isten a melege. Fáradtan, bágyadtan elindulnak. Szemük a sötétben hajlék után kutat. Bizony nehéz dolguk lesz, mert itt a pusztában csak pásztor népek laknak. Napi munkájukból éppen hazatérnek. Éjszaka szállt a mezőre, dőljünk le már. Éjszaka szállt a mezőre, dőljünk le már pihenőre. Annyit jártunk, majd leszakad a lábunk. Okos beszéd nyisszik a nyelv, meg pihenhetünk itt is már. Puha zsombék le, hanem takaróm a csillagos ég. Lefekszem én is csak hát, adja Isten jó éjszakát. Az imádság után szépen lepihentek. Békésen alusznak a pásztor emberek. Szerte a pusztában csend van. Pihen minden. Szellő sem csuttog, a szél sem zűzzem. Nem hallik semmi lesz kinn a sötét éjben. Halványan pislákol pásztor tüzek fénye. Glória, glória! Tőlük távol, más vidéken, néhány pásztor nyája törzött kinn a sötét éj rétem. Mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be az estét, s angyalhat szállt alá a rétre. Nézték a pásztorok félve, megigézve. Szálljatok le, karácsonyi angyalok, zörgessetek máma este minden pici nyablakot. Palotában és kunyhóban nagy örömet vigyetek, boldogságos Isten félő karácsonyi ünnepet. Dicsőség, menden az Istennek.
dicsőség, mennyben az Istennek. Az angyali serege vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek. Békesség földön az embernek, békesség földön az embernek. Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, békesség, békesség embernek. Gyere fel, folytass, valami éneket hallom, angyal szól. Hújne persze a kolbász kukorékkal, a kéményben vagyok a kasasz. Látod azt a nagy fényességet a távolban? Az áldóját, ébredjetek! Mi lehet az? Nézzük meg! Uram, ne hagyj el! Egy angyal! Pásztorok, ne féljetek! Nagy örömet hirdetek! Akit oly régen vártok, az Úr Jézus földre szállott. Nem sejemben, nem bársonyban, csak egy szalmás kis jászolban. Fényét rászép csillag szórja, énekünk az altatója. Ő az ég és föld királya, siessetek, mint hozzája. Angyal hozott üzenetet, én bizony felkerekedek. Megkeresem Betlehemet, Betlehemben a kisdedet. Menjünk, menjünk, elfölre, indulás, vár minket a Messiás. Anyano, ebugatta, mit kurrognasz itt a fejem fölött? Jöjjön öreg Betlehembe. Hová, Debrecenbe? Nem öreg, Betlehembe. Ne féljenked, velünk van az Isten. Nem is félek, csak a szívem nagyon remeg. De mit viszünk a kis Jézusnak? Viszek neki kicsit bárányt. Én meg sajtot, vajat, tejet, szívemet adom vele. Most, hogy itt a boldog óra, örömhír angyal szóra, a pásztorok útra keltek, s Betlehembe elsiettek. Pásztorok, eljünk fel, hamar induljunk el, Betlehem városába, rongyos istálócskába. Siessünk, ne késünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk, mi Úrunknak tiszteletet tehessünk. Betlehem istállóban szalmán fekszik ágy helyett, szendereg egy kisgyermek. Pólyájával betakarja, énekével elringatja édesanyja Mária. Szemben van a könny, a fátyol kicsipjen, biztos fázol, nincsen kölcsön, csak egy jászol. Szemben van a könny, a fátyol kisgyermekem, drága kincsem, s a világnak minden. Csak tudjuk felnevelni, jó szót adni, enni. A jámborállatok szépen körben állnak ott. Szelíd szemű telnek, lehellek rá meleget. Néha juhok nézegetik, párájukkal melengetik. Most valaki halkan kopog, megérkeztek a pásztorok. Ó, gyönyörű, szép, titokzatos ég, kék szemű gyermek, jött rózsa levél. Kisgyerként az édes úr vászolában megsimul, szemkarácsony éjjel. Itt Jézus, Jézus elnek a pásztorok köszönjük. Úrak, melyet sajtot hozunk, vesz szíves eljárni. Köszönjük az elnökokat, jó pásztorok! Eközben napkelet felől három király, Gáspár, Mennyhért és Boldizsár valamilyen jelre vár. Merre menjünk, hol keressük a helyet, el ne tévesszük. Megtaláljuk, megcsodáljuk, térdre borulva imádjuk. Csillag ragyog égi réten, az legyen az én vezérem. Ahol a csillag megáll, ott szívem nyugalmat talál. Nézzétek társaim, talán már itt vagyunk, a hely fölött megállt vezér csillagunk. Azám, itt nincs semmi másik egy istálló királyhoz, ez a hely semmiképpen sem méltó. És az istállóban csak egy kisgyermek van, kit édesanyja karjában ringat. Igaz, kisgyermek csak, de én hiszem, tudom, nem hiába jöttünk hosszú nehéz úton. Megtaláltuk végre, akinten vágytunk, ez a kicsin gyermek, ami nagy királyé. Hirtelen kopogtatnak, a királyok már itt vannak. Kik vagytok? Napkeleti bölcsek vagyunk, megváltott keressük. Köszönjük kedves ajándékotokat, pihenjetek meg nálunk. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok. A jászolt mind körbeveszik, kis Jézuskát ünnepelik.
Csillag ragyog égi réten, a jászolban fekszik szépen, rajtójával betakarva az újszülött kis Jézuska. Kicsi Jézus, én virága, ó, hozzád ást a világra! Harang zúgjon, ének zengjen, amit kérünk teljesedjen. Könnyen hújjon, sebb ne fájjon, minden házba öröm szálljon. Fel nagy örömre ma született, aki utána földepedett. Mária karján égi a lény, isteni kisdec űznek ölém. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te éles Istenedet. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet. Legyen minden családnak áldott szent karácsonya. Most megtörténik a megáldása a koszorúnak. Remélem, hogy látom az imádságot. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Istenünk, te teremtettél mindent, mert te vagy a szeretet és az élet forrása. Te fiadban világosságot és életet adsz nekünk, és szent lelkeddel megvilágosítod szívünket, hogy megértsük, milyen reményre hívtál meg minket, és köszönjük neked, Istenünk, hogy ebben az évben is megadod nekünk az adventi örömöt és reményt. Bizalommal várhatjuk fiadat, a mi üdvözítőnket. Áld meg ezt az adventi koszorút, hogy mint a reményjele az örök életre és a szentek közösségére figyelmeztessen minket, és add, hogy e napokban növekedjünk a te kegyelmedben. Te világosságodért küldted, világosságodként küldted fiadat a világba. Áld meg ezeket a gyertyákat, és advent napjai emlékeztessenek minket Jézus Krisztusra, aki minden embert meg akar világosítani. Add, hogy amikor vasárnaponként új gyertyát gyújtunk, újabb erővel növekedjék bennünk Krisztus iránti szeretetünk, s készítsd elő szívünket születésének megünneplésére, és add, hogy egykor színről színre láthassuk fiadat, akit kegyelem és igazság tölt el, veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Áldott adventet kívánok mindenkinek. Még van egy hetünk, sok mindent lehet ez alatt a hét alatt csinálni a készületben is. És áldott karácsonyt. Legyen minden házban, minden lakásban és minden szívben a karácsony békéje, öröme. És legyen fölszabadult ez az öröm, hogy egymás iránti szeretetünket ennek erejéből tudjuk megmutatni. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a Katolikus Egyháznak a mai napi buzdítást. Jövő héten kivételesen nem vasárnap, hanem 23-án szombaton délután 16 órakor fogjuk tartani az adventi gyertyagyújtó ünnepségünket, melyre szintén mindenkit várunk nagy szeretettel. Köszönjük, hogy eljöttek, most pedig a Bujka Néptánc csoportnak a tagjai várják Önöket a kastély előtt, meleg teával, ízletes forralt borral és zsíros kenyérrel. További szép estét mindenkinek! Köszönjük, viszont kívánjuk!